Karácsony előtt vagyunk, és ugye a karácsony az egy egyik legkedvesebb családi ünnepünk. Mindenki másképp ünnepel otthon. Önöknél a családban hogyan zajlik ez az ünnep? Hát, hogy korábban hogy zajlott, és most hogy zajlik, az nálam elválasztódik. Úgy, hogy sajnos az első feleségem 2000-ben meghalt, az akkori családi ünnepségek mindig úgy zajlottak, hogy együtt voltunk a menü a hallé belsőséggel, utána különféle liba és kacsasültek, sütemények, házi készítésű, tehát azokat nem vásároltuk, mint manapság az emberek többsége csinálja, és így töltöttük a karácsonyt. 2003 óta vagyok karcagi lakos, Tóth Irénnel megismerkedtünk, azóta házasok vagyunk, neki van 2 fia, nekem 3 lányom, 11 unokánk van összesen, így a családot rettentő nehéz egyszerre összehívni. Ez előfordult már, de nem túl sűrűn, úgyhogy most jelenleg úgy mű van a család, hogy részben mi is otthon tartunk, akik tudnak, jönnek hozzánk, akik meg nem tudnak jönni, azokhoz mi megyünk el. Nagy öröm számunkra, hogy Irénkének a édesanyja is, meg az én édesanyám is a 92. évében van, és hál' Istennek önellátóak, egészségesek, így őket is be tudjuk vonni ebbe a családi ünnepségbe. Ugye a karácsony egy többnapos ünnep, de hogy elmesélte, akkor a napok alatt azért találkoznak a család minden tagjával, ha nem is egyszerre tudnak összejönni. Igen, ez külön nagy szervezést kíván, a mai nyelven úgy mondják, hogy komoly logisztika, hogy mindenkivel találkozzunk az ünnepek alatt, és remélem, hogy ez így is lesz, hisz a 11 unokából a legnagyobb már másodikán 23 éves lesz, a legkisebb még nincs másfél éves, de mindenkit meg kell, hogy látogassunk, hisz az unokáknak is legalább akkora élmény, hogy találkozhattak velünk, mint amilyen öröm, hogy mi látjuk őket. Köszönöm szépen, én békés, egészségben gazdag és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánok az egész családnak. Én is ezt kívánom önnek is és minden kedves tévénézőnek.